Nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek a háromnapos ünnep után. Május 29-én Vice City-ben. Hát itt hagytam itt a gépet pénteken. Úgyhogy most innét folytatjuk. Hát föld már nincsen. Az elvittek mindent, vagy 40 kocsival megraktam pénteken. Majdnem utolsó mentem el. De hát majd lesz valami. Nem tudom, hogy adnak még területet, vagy valamit csinálnak. Majd meglátjuk. Vagy pihenő nap van. A hétvége jól sikerült. Most utólag is megköszönöm mindenkinek, aki az élőcset műsorban részt vett. Kérdésre tett fel. És bíztatott. Mindenképpen nagyon nagy köszönettel tartozok a csapatnak. Úgy láttam, egy jó kis csapat kezdett összekovácsolódni. Örülök neki. A hétvégén szándékomban áll megismételni. Nem tudom, az időpontot módosítani kellene a meccs miatt, vagy nem. Hogy látom még. Mert hogy nem tudom, mindig ugyanabban az idő vannak a meccsek. Nem tudom. Fogalmam sincs, én nem értek hozzá, mert nem is nézem a meccseket. Na mindegy. Majd ez a hétvégén még eldől. Voltunk innen a Kárbuccon vasárnap, aztról is nagyon jól sikerültek a felvételek szerintem. Be lehetett mutatni a hangulatát az egésznek. Az is jól sikerült. Többen kérdezték, hogy milyen autón van. Hát mostan legyen a mai reggelnek a témája az autók. Végig jártam én a ranglétrát, azt hiszem. Warburgra kezdtem. Volt három Warburgom. Na most túl vagyok már a Warburgokkal a útszélén való főtegeltségén, motorgenerálon, stb. Az egyedül való motorkiszerelésben, kiemelésben, motorcserében, mindenhol és minden helyzetben. A vízpumpának a szinte naponkénti szerelésén. Mégsem mondom azt, hogy a Warburg egy szar autó volt, egy fosztalicska volt. De megbízhatóság semmi. Abban hozzásegített, hogy úgy merutáltam a kétütemű motorokat, hogy botta se piszkálnám meg. Én életemben szerettem már annyi kétütemű motort, motorterékpárt, kismotort, nagymotort, kerti traktort, fűnyírót, mindenféle kétütemű gépet, amit el lehet képzelni. Nem hiszem, hogy van olyan kétütemű gép, amit nem szeretem. Mindenféle korosztálya, még a háború előtti gépektől kezdve is. Hát a kétütemű motort azt egy életre kitörölném még az emlékezetemből is. Én annyira megutáltam. Így nagyon. Nagyon. Utána vettem egy, volt három Warburgom, utána vettem egy kereklámpás 1002-es Lada kombit, ami műszakilag rendben volt, mert a Ladák általában műszakilag nincs azok a probléma, az egy megbízható konstrukció, akárhonnan is nézzük. Hogy a rozsda a kilométerekre hallhatóan csámcsolott benne, az tény. Tehát azon kívül nem volt vele bajom egyébként, hogy szétett a rozsda. De általában azért vettem például a Warburgot, mert a motorját meg tudtam csinálni, de karosszéria munkát nem. És ezért vettem egy motorikusan megbízhatatlan, de karosszériában megbízható, tehát nem rohadó konstrukciót. A Warburg az nem rohadt, meg hát a szétrohadt és az alváz összetartotta. Az alváz összefogta. De nem volt hajlamos a rohadásra, a Lada az annál inkább, az aztán, mint az állat úgy rohadt. Na jó, hát aztán ebből is elég volt a Ladából. Aztán, hát, na most ez egy nagyon érdekes dolog. Svájci frankos hitelre vettem egy 10-valahány éves első generációs dízel Nissan Primera-t. Hát aki ismeri a modellt, az tudja, hogy ez egy elég megbízható autó. 2000-es motor van benne,
dízelmotor, és 70-71 lóerő a szem. Hát nem egy villám. Viszont iszonyatosan jó fogyasztott, 5 literekkel simán lehetett vele járni, de azt csak hasonlóznám. 70 lóerő, légkondi semmi benne, tehát teljesen fapad modell, és 1 millió forintért vettem, ami durván, hát jóval több, mint fél éves fizetésem volt. Svájci frankos hitelre vettem. 5 év alatt kellett visszafizetnem. Okosan döntöttem egyébként igazából, mert utána jött a svájci frankos bedőlése, és én már kezdtem fizetni valami 20 ezer forinttal, aztán lement volt egyszer az eurónak egy nagy erősödése, vagy a svájci forintnak, vagy a forintnak egy nagy erősödése volt, és vissza lement 18 ezerre a törlesztő részlet, és utána felment 27-re, és onnét nem mozdult. Tehát kaphattam volna új autóra, mert a lakásom fedezeteként kaphattam volna új autóra, és 3,5 milliót is, vehettem volna új autót. Hát csak aztán, ha bedől a izért, gondoltam, hogy nem kell kockáztatni. Jobban járok inkább egy 10 évessel. És így is lett igazából, tehát ez teljesen rendben is volt. Az meg is volt az autó egészen addig, amíg ki nem jött, és sőt, még utána is azt hiszem 2 évig otthon meg volt. Úgy aztán a bontóba kihúztuk. Sőt, a lábát kiment a bontóba. Na mindegy. Az egy jó autó volt egyébként, csak összehasonlítást érve mondom majd, hogy itt mennyibe kerülne az autó. Kijöttünk ide, itt egy évig nem volt autóm, és az első adó visszatérítésemből, ami 1600 font volt, vagy durván 3 heti fizetésem, szóval ebből a 3 heti fizetésemből, emlékeztek, mit mondtam, hogy a Nissan Primera az első generációs, az volt több mint fél éves fizetésemnek az ára. Ez 3 heti fizetésemből vettem egy Nissan Primerát, a Delfin Primerát, az újabb modellt. 140 lóerős, full extrás dízelmotorral. Ez már a láncos vezérlésű japán dízel, 140 lóval. Légkondival, bőrbelsővel, kombi kivitelben. Hát egy álom volt. Beépített navigáció, tolatókamera, meg ami kell. Hát aki ismeri a modellt, az tudja, hogy ez egy elnyűhetetlen, egy hihetetlenül kényelmes, abszolút jó autó. Csak az arányokat mondom, hogy mit vettem otthon fél éves fizetésemmel, és mit vettem itt a 3 heti fizetésemből, az adó visszatérítésemből. És nem hitelre, mert stb., hanem megvettem. Egy erdély magyar sráctól vettem egyébként, egy nagyon jó autó volt. A koncepció következő nekem itt kint Angliában. 2 évig használok egy autót, és utána akármi van vele, kidobom. A bontóba, kész, addig lelakom, kidobom, és utána veszek megint egy új autót. Nem szállok rá többet soha 2 heti fizetésemnél. Ezt tartottam is, továbbra is. Lényeg az, hogy a Primera volt a legdrágább autó, amit vettem, az 3 heti fizetésemre került, az 1600 font volt. Használtam 2 évig nagy megelégedéssel, amire egy francia belén nem jött oldalról, egy mercivel, a francia egyen megütött, és összetörte. Na, akkor kidobtam azt az autót is, oda pontosan odaadtam egy barátomnak, aki még járt vele utána még évekig, mert villanyszerelő volt, vagy villanyszerelő, és a melós autón használta még évekig. Úgyhogy az oldal össze volt törve. Minden nem érdekes. Vettem utána egy másik autót, ragasztottam a láncos vezérlési motorokhoz, és abból kevés van már láncos vezérlési motorból, és vettem egy Nissan Almera Tino-t. Hát ha van autó, amely a képességéhez képest egy alábecsült autó, az a Nissan Almera Tino. Ebben ugyanaz a 140 lovas motor van, mint a Primerában, és ugyanaz a full extra,
Azt hiszem egyetlen egy dolog hiányzik belőle, az automata klíma, ha jól emlékszem. Igen, az automata klíma hiányzik belőle. Hát az is van benne. Már nem emlékszem rá. Na mindegy. De színes 8-szoros központi kijelző a műszerfalon, tolatókamera, beépített navigáció, és amit kell, minden finomság benne van. Egy magasított autó, tehát egy ilyen egyterűszerű, tehát nem leülsz az autóba, hanem beleülsz. Millió rakodóhely. A világ legjellegtelenebb autója. Annál jellegtelenebb autó az olyan, hogy ember észre nem vesz az útszélén. Megtörtént eset, elmentünk a nejemmel Finchley Roadra, ott volt a postának egy lerakata, ahol csomorokért menni kellett. Elmentünk a csomorokért, én megálltam a járdán, rá felejtett állni a járdára. Feleségem kiszállt, elment a csomorokért. Látom, jön vissza, és elmegy az autó mellett, és sétál arra előre. Jóval mondom, megnézek a katonat. Egyszer csak telefonál nekem, hogy hol vagytok? Hát mondom, hol lennénk? Mögötted vagyunk. Mondom, te elsétáltál mellettünk. Nem vette észre az autót, úgy elsétált mellette, fél méterre az autótól. Mert egy annyira jeletlen autó Nissan Almera Tino. Szürke színben volt ráadásul, besimult mindenhova, ilyen tojás formája van. Egy teljesen észrevehetetlen, hihetetlenül ilyen minimalista stílusban megtervezett autó, de belül, és vezetni, és fenntartani, és élvezni az autót, az tökéletesen jó volt. Tökéletesen jó volt. Kurva jó autó volt a Nissan Almera Tino, a mai napig azt mondom, hogy az egyik legjobb autó. Egyébként, mert mint az állat, keveset fogyasztott, míg a Primera-nál is keveset fogyasztott, mert kisebb volt. És tehát egy szuper autó volt, egy szuper autó volt. Na, azt annak is két év múlva lejárt a mandátum. Azt is odaadtam a barátomnak. Még egy darabig járt vele, aztán az is kihúzta a bontóba. Utána életemben először elkövettem egy hibát. Nem az eszemre hallottam autóvásárlásnál, hanem az érzelmeimre. És beleszerelmesedtem ebbe a... Én mindig ez a Vantage és ez a veterán vonalú ember voltam, veterán motorjaim voltak, imádom ezt a háború előtti klasszikus korszakot. És egy ilyen retro, a legelső retro autót vettem, amit valaha is gyártottak, a legelsőt. Ugye több retro, ez volt a Chrysler PT Cruiser. Hát aki tudja, keresse rá, ez egy ilyen gester autóforma. Ez a háború előtti gestereknek a autónak a formája. Már például a háború előtt a gester autó, az a Citroen, amelynek első kerékhajtása volt legelőször, az volt ilyen hasonló ehhez az autóhoz, mert az összes többi ilyen sárvédős autó. Lényeg ilyen csőrös forma, lényeg az, hogy igazából azért vettem meg, mert dízel Mercedes motor volt benne, mert például 2.2-es dízel Mercedes motor, ami itt Angliában a leggyakoribb dízel Mercedes motor. Szinte minden Mercedes tevel a 2002-es motorral látom szolgálni az utakon. A legelterjedtebb motor a Mercedesekben itt. Na ezzel a motorra volt szerelve, ez a PT Cruiser. Hát az életben ekkora fostalicskát, az orsz... Nem tudom minősíteni, hogy milyen szar volt. Nem tudom minősíteni. Állandóan főfort a vize, állandóan kigyulladt a motorhibát jelző lámpa, pedig semmi baj nem volt a motornak. Állandóan valami kehéje volt neki, míg aztán egyszer ez volt az egyetlen egy autó, ami sokszor jártam, saját autót használtam évekig, otthon is, itt is, évekig használtam autót munkába járásra. Ez az egyetlen autó volt az, amivel reggel nem tudtam eljutni a munkahelyemre, mert lerobbant. Az történt, hogy a generátor tengelyéről
az étszír tárcsa lejött, ledobta persze az étszíjat, akkor megszűnt a hűtés, a vízpumpa hajtása, a szervokormány, és mindent, amit az az éjszí hajtott, ami rajta volt a generátoron, töltés megszűnt, minden megszűnt, úgyhogy nem tudtam elvenni vele dolgozni, ezt sosem bocsátom meg neki. Ilyen elfordult elő az életben 37 év alatt velem, hogy be kellett telefonálni, hogy nem mehet dolgozni, mert az autó lerobbant. Na mindegy, elvittem egy szerelőhöz, szerelőző megcsinálták, kicserélték a generátort, 3 hét múlva leégett a generátor. Na az volt az a pillanat, amikor az új generátor. Na az volt az a pillanat, amikor így süty a picsába vele. És akkor vettem meg a mostani autómat, a Kia Caranst. Ez egy második generációs Caranst. Ebben 2-es dízel van. És azt kell mondanom, hogy én ezt az egyterű autóra szerettem mondani, hogy magas az ülés benne, van benne hely, el lehet férni, nem kell leülni a földre, stb. Ebben az autóval nagyon meg vagyok elégedve, de ennek az utódja valószínűleg, ha Isten is megsegít, akkor a harmadik generációs Caranst lesz. Szerintem az egyik legjobban átalált autó. A harmadik generációs Kia Caranst. Úgyhogy most ez van. Hát az izéval befülöttem a Chryslerrel, azt mondják egyébként, hogy az ember nem hallott meg addig, amíg amerikai autója nincsen. Hát nekem már volt amerikai autóm, úgyhogy meghallom nyugodtan. Hát a retro vonal elcsábított. Ugye a retrót nagyon szeretik, pláne az angolok, itt nagyon sok retro autót eladnak. A legelső retro autó ez a Chrysler PT Cruiser volt. Utána jött a Beetle, a Bogár Beetle. Ugye mindenki ismeri az új Bogár hátút. Utána jött a... azt hiszem talán a Mini, és utána a Fiat 500-as, mint retro autó. Azt hiszem, hogy ez a sorrend, nem vagy benne biztos, de valami ilyesmi. Beetle Cruiser, Beetle, Mini, 500-as Fiat, ez mind retro autó, tehát amelyet valamilyen régi modellre, a tervezése során valamilyen régi modellre visszaköszön a formája. Hát ezek közül a legszorabb mindenképpen a Beetle Cruiser. A PT Cruiser, hát valami minősítetlen. Nem is tudom, hogy tudtam megvenni soha többet. Most ennél Kia vonalnál megmaradok esetleg, és állítom, hogy a koreaiakra azokra nagyon jó autóra gyártanak, de európai autót, ha vennék valaha európai autót, egyetlen egy modell jöhetne számításba, a Volvo. Azon kívül nem jöhetne számításba egyetlen egy európai autó sem. Ha nagyon ütlenem, talán a Skoda. De ha a Volkswagen elbaszott minden motorját, amit lehetett, amit voltak neki legendás motorjai, azt mind elbaszta, mindegy, hogy dízel vagy benzines, de mind elbaszta. Úgyhogy, hát talán az 1.9-es régi dízelekből talán vennék egyet. Talán. Inkább Japán és Korea felé orientálódok. Egy Honda Accord, egy Honda Civic azért szerintem ott van. Mindegy. Szóval ezek az autóim idáig. Úgyhogy ennek az autónak van még azt mondja egy éve. Jövő nyáron lesz egy csereidőszakra, ha Isten is megsegít. De ez egy jó autó, szerintem. Viszont érdekes módon ennek viszont a fogyasztása nem baráti. Ennek a Caranstnek. Ennek az az egyetlen problémám, hogy ennek a fogyasztása az Almérák, a 2002, az Almera Primera 2002-es motorral azok baromi jó fogyasztottak. 5-6 liter körül fogyasztottak, ahol semmi baj nem volt. A Mercedes motorú Chrysler az már 8 litert bekapta dízelből, és tök mindegy volt vele, hogy városba hajtom az autót, vagy autópályán, az 8 litert evett mindenhol. És ugyanez van a Caranst-tel is. 8 litert eszik, és teljesen mindegy, hogy hol hajtom.
Ha autópályán megy fel, akkor is nonszintet teszik, ha városban megy, akkor is nonszintet. Ez sokalom egyébként, bár nem kis autó, de sokalom. Hát mindegy, ezzel elvölt vele. Ez az egyetlen hibája legyennek, és ne legyen több. Cseréltem már benne fékbetéteket, féktárcsát, egyszer volt rajta egy csapágy, első kerék csapágy, csak ennyi. Hát ez a kopó alkatrészek, úgyhogy 13-es autónál, ha ilyenek előjönnek, azt nem nagyon kell hibaként beszámolni. Ami elkopik, az elkopik. Szóval én így vagyok az autókkal.